csebben a tenger. Így kezdte köszöntő beszédét Hoppál Péter azon a kettős eseményen, melyet múlt héten rendeztek a gyermekgyógyászati klinikán. Mint elmondta, az elmúlt pár hónapban hatalmas fejlődés volt megfigyelhető az egészségügyi beruházások terén. A Pécsi Tudományegyetem gyarapodása és fejlődése és a klinikai központ különböző objektumainak megújulása és az új épület szárnyak felépítése gazdagon demonstrálja és mutatja, hogy az elmúlt esztendők Pécs és a régió fejlesztésének kiemelkedő korszaka volt. Az elmúlt néhány hétben is tapasztalhattuk és láthattuk, hogy mennyi klinikai épület újulhatott meg, és mennyi új klinikai szárny épülhetett. A gyermekklinika igazgatója méltatta és külön megköszönte mindazok munkáját, akik az építkezésben és a korszerű belső terek kialakításában vettek részt. A modernizálás jelentőségét egy hétköznapi példával illusztrálta. A gyermekpszichiáter, pszichológus, szakember és a gyermek kapcsolata egy intim beszélgetés. Vagy legalábbis nagy része egy intim beszélgetés, amit le lehet folytatni egy egyébként különben ebédlőnek is használt, viasosvászon terítővel borított asztalú helyiség sarkában, meg le lehet folytatni egy olyan kezelőhelyiségben, amit a pszichiátria szakmai szabályai szerint újonnan hoztak létre. Egy teljesen más körülmények között fognak dolgozni gyermek és ifjúság pszichiátriai munkatársaink, és persze a traumatológiai és sürgősségi projekt is egy teljesen más ellátási körülményt teremt majd a hirtelen jött betegséggel szemben néző, vagy éppen balesetet szenvedett gyermekek ellátásában. Kővári János az élet megmentéséről, a fizikai és mentális egészség megtartásának fontosságáról beszélt. Hozzátette, hogy a kormányzat és a város együttműködése jelentősen javult az elmúlt időszakban. Az elmúlt pár hónapban itt 10 milliárdos nagyságrendben egészségügyi fejlesztéseket adhattunk át együtt, hiszen ez azt mutatja, hogy mind az itt élők, a pécsiek, mind a kormányzat úgy gondolja, hogy az egyik legfontosabb feladat a mai világban az az életvédelme. Ha szabad idehoznom, bár nem szeretünk róla beszélni, hogy most közben a szomszédunkban háború zajlik, az élet súlyos károsításnak és felelőtlen magatartásnak van kitéve, akkor itt Magyarországon azt tapasztalhatjuk, hogy itt pedig minden erőnkkel az életvédelme mellett dolgozunk. Az eseményen letették az alapkövét annak az új épületnek, mely a sürgősségi és baleseti ellátásnak ad majd helyet. A szárnyban a tervek szerint 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, a fülészeti és a sürgősségi járóbeteg rendeléseken. Ezen a héten vehették használatba azokat az adományként kapott eszközöket, melyeket Decsi Tamás professzor vett át. Az EKG berendezést, az endoszkópos vizsgálatoknál használatos vágóeszközt és a véralvadási szintet gyorsan meghatározni képes gépet, Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú NKFT ügyvezetője adta át. Az adományunk 2,2 millió forint volt, amit a 2021-es jótékonysági vadászat eredményeztetett, és a klinikával immáron harmadik éve kapcsolatba állunk, és minden alkalommal a hiánypótló orvosi eszközt maga a klinika vezetése határozza meg. Tehát van egy folyamatos párbeszéd, amely során a rendelkezésre álló kereten belül van módja a klinikának arra, hogy kiválassza, hogy melyek azok az eszközök, amik leginkább szükségesek. Mi pedig igyekszünk ezeket beszerezni. Az idei évben az adományok átadása ugyanígy történt. Nagy Csaba országgyűlési képviselő különösen példamutatónak nevezte a baranyai vadászok hozzáállását. Mint elmondta, szerinte példát mutattak a társaiknak és az egész társadalomnak. A vidéki vadászok és a vidéki emberek tartották fontosnak azt, hogy a megyeszékhelyen a gyermekklinika, a gyermekkórház kapjon egy ilyen jelentős adományt. Mintegy 75-en vettek részt ezeken a jótékonysági vadászatokon, és ennek az egész felhívásnak tulajdonképpen a mai sajtótájékoztatónak az a lényege, hogy a következőben szeretnénk, hogyha minél többen jönnének el ezekre a jótékonysági vadászatokra, minél magasabb összeget tudjunk a klinikának átadni.
Az eseményen elhangzott, hogy a klinika nagy költségvetéssel működik, de kevés konkrét beszerzési döntése van lehetőség a betegellátás aktuális igényeinek megfelelően. Ezért különösen örömteli, hogy az adomány keretösszegéből a klinika dönthetett arról, hogy a vadásztársaságok mit vásároljanak. Idén már harmadik alkalommal érkezett tárgyi támogatás, a korábbiakban is orvosi eszközöket adtak át. A támogatott intézményekkel, ez nem csak a pécsi klinikára igaz, hanem az ország többi egészségügyi intézményeire is, akiket támogatunk, folyamatosan kapcsolatot tartunk, és általában látjuk az eszközöket működési környezetben is. Tehát ez a mi adomány átadónknak egy fontos célja is, hogy ne csak egy oklevél, ne csak egy adományozó okirat kerüljön szimbolikusan átadásra, hanem magáról az eszközről is meg tudjunk győződni. Fontos tehát, hogy az adományuk valós segítséget tudjon nyújtani. A beszerzéstől a használatba vételi követik az adományt, így kézzelfogható a segítség.